Nemrég volt egy videó, amiben elmondtam, hogy megnyílt a Csabus a webshop, és bemutattam pár terméket, amit itt meg tudtok vásárolni. Nem kaptam minden termékből mintát, például a toppokból sem kaptam, és én azt mondtam a videóban, hogy hát pedig felvettem volna. Nos, volt olyan rendes az MC Shop, hogy küldött egy toppot. Nem kövér itt. Sziasztok! A mai videóban Chris MC pályát fogom bedarálni, a horrorisztikus nyomozást. A pályának van trailere, ennek a leírása nem. Ennek a linkje ott van a leírásban. A címe is utal rá, de én is azért szólok, hogy ez egy horror pálya. Tehát aki fél, az inkább ne nézzen meg. Jó, hát ez elég fura kérés egy videóstól, de nem kell a kommentekben, hogy jaj, ez olyan ijesztő volt, többet ne legyen ilyen. Én azt mondom, hogy egyébként nem ijesztő a pálya, de én nem vagyok egy ijedős ember. A kezdőszoba érdekes volt. Igazából nem tudtam eldönteni, hogy mit akar szimbolizálni. Tehát, hogy mi ez a díszítés? Mi ez? Vérnyomok a földön, hangyás a fal. Aj, milyen szép szőnyeg. Szőnyeg? Szőnyeg? Üdvözöllek, Csabusa. Üdvözlés Katta táblára. Hát, már egyszer üdvözöltek. Na jó. Most nézem, ez is milyen széttört üveg. Ijesztő. Üdvözöllek a pályámon, Csabusa, készítette Chris MC. És akkor megnézhetem a YouTube csatornáját. Üdvözöllek. Még egyszer el kell kattintani. Kanad módban játsz. Könnyű nehézséggel, ne használj textúra csomagokat. Akkor ezt most vegyem ki. Kövesd az utasításokat. Mosolygós fej, lízd minden hangot 100-ra. Az a megoldás tetszett, hogy ugyanazt a táblát kellett használni, az írás változott rajta. Ez ötletes. És 1.10. Jó. Textúra, cut. Textúra ellenőrzés, 1.10-ben vagyunk, úgyhogy már nem textúrát ellenőrzünk. Annyi zavarok picit benne, hogy hát ugye egy számsor, és nem egy vonalban vannak írva, úgyhogy így kicsit félreérthető, hogy ezt most hogyan kell olvasni. Elfogadva. Bemutató. A pályához van egy kis tutoriál, nem sok minden van benne. Ez először egy kicsit kétségbe ejtett, hogy hát most itt nem tanítja meg, hogy hogyan tudok nyomokat felszedni, meg megvizsgálni. Hát aztán kiderül később egyébként, hogy nem is nagyon lesz ilyenekre szükség. Ezen a kötélen fel tudsz mászni, csak menj oda, és már automatikusan mászni fogsz. Ez olyan érdekes. És tényleg. Ez olyan ötletes. Viszont lefelé... Ja, de tudok zuhanni lefelé. Jó. Hát ez tök jó. Oké. Vissza a kattatáblára. Ennyi? Te egy gyilkossági helyszínelő vagy. Egy nap értesítést kapsz arról, hogy egy férfi egy parti keretein belül megöli két barátját. A férfi állítólag részeg volt. A ház, amiben a parti volt... Na, ne komolyan, parti volt és részeg volt? Meglepő! A ház, amiben a parti volt, a szomszédok szerint kísértet járta. Neked az a feladatod, hogy kikérdezd a szomszédokat, hogy tudnak-e valamit, és a nyomok alapján megtaláld a férfit. A házszám Kovács Pista, utca 15. Ez mind a házszám? Indítás. Csak menj le! A házak így kívülről jó hangulatot sugároztak, úgy jó hangulatot, hát a horroros hangulatot, tehát hogy megadták az alaphangot. Tetszett, az egy kicsit fura bennük, hogy ugyanabból van a tető, meg a fal, ez egy kicsit fura. Először az is szokatlan volt, hogy hát nyilván csak az utca van megépítve, amiben mászkálok, és körülötte meg sötétség van, de tulajdonképpen ez is nem is olyan rossz. Kovács Pista 14. Akkor a 15 a másik oldalon lesz. Hát itt nem nagyon látok házakat. És itt a 15. Nem tudom, kik írják az utca táblákat, de rúgják ki őket. Meg volt az első ijesztés, amit épp hogy észrevettem. Ez a ház elég régi. Na, hát mégis csak egy nyomozó vagyok. És azt mondja egy hang, hogy segítsek. Segíts! Mi folyik itt? Keresd meg a nyomokat.
Az első házban csak mentem szobáról szobára, követtem hangokat, titkos ajtókat, zörejeket, nem volt sajnos semmi nyomkövetés vagy bizonyítékgyűjtögetés, úgyhogy itt már kicsit kezdtem aggódni, hogy nem is lesz olyan nyomozós, mint amilyet én vártam. Kövessük a vérnyomokat. Igen, köszönöm, megyek fülészetre. Ide nem lehet bemenni. Még egy ajtó. Inkább fog be! Segítség! És ide ki is fel tudom menni? Nem. Szóval ez egy sín? Lássuk az emeletet. Na, majdnem megijedtem. Na ez viszont eléggé creepy. Na jó, nem creepy, ijesztő. Na. Ha így közel mész, akkor egy kicsit hülyén néz ki, de egyébként messziről nagyon. Na egy napló, Aliz mi? Aliz titkos naplója. Mégsem csoda országban volt. Kedves naplom. Javánjunk ezt lányomot. Kedves naplom. Apa mostanában nagyon furcsa, mindig ugyanazt az ételt eszi, mindig ugyanazt a ruhát hordja, és mindig ugyanazt csinálja, csak ül és gondolkozik. Gyakran kiabál, és nagyon ideges. Kedves naplóm, apa ma elment. Remélem visszajön. Hiába furcsa, hiányzik. Ez történt egész nap. Kedves naplóm, apa ma visszajött, de nem olyan, amilyen volt. Még mindig ugyanazt csinálja, mint előtte, de most folyton a barátaival bulizik. Mi? Ugyanazt csinálja, ül és gondolkozik, de most folyton a barátjaival bulizik. Nem értem. Jó, tehát akkor mégsem ugyanazt csinálja. Ha most komolyan meg kell nyitni a kádat? Gondolom ez az. Na jó, mit csinált a kád? Valami kinyit lentről hallottam, feladat, menj le és nézd meg, mi nyílt ki. A kád csapja kinyitott egy titkos ajtót, édes Istenem. Na ez már érdekesebb lesz. Ezek szerint az itt lakók mindig akkor mennek le pincébe, ha valaki épp fürdik. Ez figyelj valaki. Van valaki mögötted. Nem nyílik ki az ajtó. Vajon megváltozott a folyosó? Végigmentem a folyosón, de csak egy zárt ajtót találtam. Gondoltam, biztosan megváltozott mögöttem a folyosó. Sajnos nem. Még a házba is visszamentem, hogy hát ha valami mellett elmentem. Valójában a könyvtárban nem vettem észre egy kart. Én sem veszek észre mindent. Egy kar is nem vettem észre. Megint bezúszom egy ajtót. Hát akkor aktiváljuk ezeket a sátánista köröket. Biztos ez a továbbjutás kulcsa. Haver, olvasd el és gyere. Meg egy kés. Aha, ez sín, tudom, hogy sín. Nem, ez most fakart. Irány az úszoda. Feladat, menj az úszod... Ja, előbb el kellett volna olvasni. Haver, vigyük át a holtesteket az iskolába, elvégre kikeresne egy iskolába holtesteket. Elvégre kikeresne egy iskolában holtesteket? Majd menjünk az úszodai bázisra. Megkaptuk a következő úti célt, irány az úszoda. Itt már biztosan tudtam, hogy semmiféle nyomozás nem lesz. Az csak úgy a címében van, mert én egy nyomozót alakítok. Jó, ha úgy veszük, végül is van köze a nyomozáshoz, hiszen nyomokat követek, de édes Istenem, ezek a világ legbénebb bűnözői, hát egyértelmű nyomokat hagynak. Ide mentünk, ide gyere. Ez így nem nyomozás. Lábnyomok. Az úszoda is igen minimalistán van ábrázolva, mint ahogy eddig minden a pályán. Itt is van egy érdekes effekt, ez a véres lábnyom, ezt láttam már más pályán, gondolom onnan vették át. Az a baj, hogy tök jó, de egyikre sincsen magyarázat, miért vannak ilyen hangok, miért jelennek meg a szellemek. Azt el tudom képzelni, hogy ők segítenek megtalálni a nyomokat,
De nem, ez nem egyértelmű nekem, nem tűnik úgy. Ez a véres lányom is másik irányba ment, úgyhogy... Úgyhogy szerintem ezek csak ilyen random kitalált effektek. Jó, véletlenszerű, nem random, na. Na hát, a könyv majdnem esélyett a padlóba, de megmentettem. Haver, olvasd el. Haver, ha nem vagyok itt, gyere át a suli tetejébe. Ez a mennyi, de menj oda magyarázat nélkül nem túl izgalmas. Gondolom az iskola a szomszéd ház lesz. Hát, nincsen tábla. De van teteje. Az iskolában nem találtam semmit, kiderült, hogy kívülről kell fölmászni, van ott egy kötél. Csak illog a levegőbe a kötél? A tetőn találtam egy lyukat a padlásra, ott vannak a hullák és egy boss harc. Jaj, ne a zsaruk! Fua, két késsel támad és van kő is a fején. Most komolyan fölcipelték ide a hullákat? Első körben nem sikerült legyőzni a gonosztevőt. Ennyi, komolyan egy vágás kellett volna még. Na. Jaj, ez sok, gyors, nem jó. Segítség! Na, szóval, megöltem az embert, láttam ott voltak a hullák. És... azt írja, hogy köszönöm, hogy végigjátszod a pályámat, Csabussal készítette Chris MC, ötleteket adós Lezi 04, a textúra pakok forrásai. Ó, de jó, hogy felírta, akartam is mondani, hogy felismertem, hogy hon milyen pályákból szedte. És nagyon helyes, hogy kiírta. Befejezés, kreatív módba lehet váltani, készítő. Van YouTube csatornák meg weboldala. Befejezés. Elkaptad a gyilkos társát és életfogytiglant kapott. Ja, hogy a másik megadta magát. Az egyiket megadta, a másik megadta magát, csak nem volt időm körülnézni. Lássuk, milyen pálya is volt ez. Hát, kidolgozatlan. Ha nagyon gondos lennék is egy szóval értékelném, akkor ezt mondanám leginkább, de fejtsük ki. Történet, kidolgozatlan. Na jó, tényleg kifejtem. Ilyen érdekesen indult, hogy nyomozni fogunk, de aztán mégis nem nyomozás volt, csak mentem egyik helyről a másikra, ami végül is nem gáz, mondjuk, hogy egy nyomozó vagyok, de belekeveredtem egy kalandba, csak hogy a címe ezt nem sugallja, úgyhogy ez egy kicsit úgy fáj nekem, mert azt hittem, hogy meg kell oldanom valami csavaros rejtvényeket, de mondjuk ettől tekintsünk el, és sajnos igazából nem sok minden történt, tehát bementem az egyik házba, ott jött a kiírás, hogy menj át a másikba, ott jött a kiírás, hogy menj át a harmadikba, jó, lehet, hogy nagyon leegyszerűsítem, de igazából tényleg nem történt semmi, tehát hogy nem kellett semmit leraknom, átvinnem, felvennem, a kés kellett ugye a harchoz, ja, és ennyi igazából, tehát az egyetlen feladatom a harcolás volt. A játékmenet is, hát kidolgozatlan, na hát. Szóval oké, ez az ijesztésekre fókuszált, ez is teljesen jó lehet, viszont nem voltak olyan ütősek az ijesztések, úgyhogy jó, szóltam előre, hogy nem vagyok egy ijedős ember. Hát ha ti azt mondjátok, hogy valójában ez ijesztő volt, akkor oké, el tudom fogadni, én nem tartottam annak. A díszítés, hát az a baj, hogy nagyon a resource packre fektette a hangsúlyt, tehát bútorok egyáltalán nem voltak. Ami volt, az ugye, ami a resource packből jött. Tehát mit tudom, volt egy tábla, akkor le volt rakva egy tábla. Meg a babák ugye úgy le voltak rakva, de igazából nem voltak szekrények, asztalok, székek. Tehát hogy nagyon minimális volt a díszítés. Hát a hangulatról is nehéz beszélni. Igazából úgy nem ragadott magával semmi. Olyan félig szellemtörténet volt, de gyilkosság is volt. És az a baj, hogy nem derült ki a kapcsolat. Tehát, hogy ott miért villant be egy lány, miért volt ennyire véres a ház, jó, mondjuk ott mondjuk megöltek embereket, de hogy a miért nem derült ki. Pedig egy nyomozó vagyok, szóval akkor csak érdekel, nem? Kidolgozottság, hát, mint mondtam, kidolgozatlan a pálya, ezeken még kellett volna gyúrni. Szerintem ebből ki lehetett volna hozni egy jó pályát is, csak minden olyan elnagyolt volt, meg olyan egyszerű, meg úgy érzem, hogy mindenből csak annyi van, amennyi kell. Pedig mindent lehetett volna még tovább díszíteni. A történetet is, a játékmenetet is, tehát úgy mindent. Ez volt a horrorisztikus nyomozás Chris MC-től a kézikönyv óvjon.